Szóval, hol is voltunk? Várjál csak, most jön a Brentford elleni gigantikus összecsapás? Aha. Csúcsformában van a csapatunk egyébként. Játszottunk a Leicester ellen egy hatalmas derbit, ugye nagy riválisunk a Leicester. Hát sajnos nem sikerült nyerni természetesen. Ilyen meglepő. Hát most Trabzonspor ellen, hát hagyjuk azt a meccset. Abból azért messze menő következtetés ne vonjunk le. De amúgy biztató a játékunk, Everton ellen nem értem, hogy nem nyertünk, Crystal Palace ellen meg nem is tudom már mi volt. Nagyon rossz a Forest. Mitől? Mitől olyan rossz? Hát a Palace ellen meg... Ja. Karcsú? Ez... Hulla gyenge. Hát ez eléggé. Igen. Ez eléggé. Na jó, oké. Okay. Lesérült Vlahodimosunk. Bornak kell védenie. Edzést kellene szerintem összeállítani. Ma megpróbálunk egy edzést összerakni majd. Ez is az előszezonnak a része lesz. Hát ott majd megpróbálunk valami jó dolgokat így összerakosgatni. Megpróbálunk egy olyan, hát ilyen különböző menetrendeket. Ezzel el fogunk majd pöcsölni egy-két percet, de... Ezt muszáj megcsinálni, mert ez rendkívül fontos lesz, ez rendkívül sokat tud segíteni majd a csapatnak szerintem. Ide durrantunk egy csapat összeszokást. És ez a közösségi tájékoztatás, ez mi? Csapatmunka... Hát akkor menjen ez is, hát... Menjen már. Érjünk. Akár ide amúgy be lehetne dobni egy olyat, hogy összes... Ide is egy összes mondjuk, meg... Hát... Ide is egy összes... Nem lesz-e sok? Új. Ide egy pihenő... Oda is egy pihenő... Meccsáttekintés volt itt most? Nem volt, elfelejtettük, ja jó. Nem gond. Közvetlen támadás. Inkább legyen ez a meccs előtt. Ide berakunk egy védekezést. Hol van ez a szerelős? Földön védekezés, így van. Akkor... Technikai... Én miért nem találom meg azokat, amiket szeretnék? Mi ez? Jó, legyen akkor egy ilyen is, persze. Ez meg túl kemény. De valami kellene. Mi legyen itt? Helyzet kihasználás, menjen, jó? És jöhetne valami okosság. Jó. És hol voltam én az előbb? Taktikainál, baszki. Hát... talán sérülés nem lesz. Jó volna. Esetleg amúgy ide be lehetne még rakni egy regenerációt. És akkor ez a sérülés kockázatot azért úgy jelentősen csökkenti. Azt a betyárját. Ide még berakjunk egy ilyen enyhítést, egy pihenő napocskát. Biztonság kedvéért. Na menjen. Életbe. Sőt, ezt inkább ide tegyük. Így. Oké, Brentford utáni meccs, akkor rakunk egy meccs áttekintést. Pontrugás edzés egyből menjen. És akkor Genk ellen megyünk. Idegenbe. Ide is egy meccs áttekintés. Egy csapat összeszokás. Csak a kohézióra menjünk rá itt. Mezőnyjáték. Nem. Legyen egy közvetlen támadás. És akkor az eléggé karcsú lesz. Ez
azt imádni fogják biztos. Akkor... helyzet... kialakítás. Meg utazunk. Hova a gyászba utazunk megint a csapat? Bormuszhoz. Anyám, nem igaz. Állandóan utazunk. Nagykövetek nem utaznak ennyit. Anyám. Így, hát ez eléggé... Úristen. Közvetlen támadás. Ez is legyen akkor meg. Csak akkor itt hagytuk abba, ugye? Brentford megvolt. Jó, 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 jó. Akkor ez kellene ide igazából. Itt rutinokat átrakjuk mondjuk ide. Pihenő maradhat. Meg teljesen itt a jövőre a pihenőket átalakítjuk. Ez nem egy jó rendszer szerintem. Semmilyen... Minden leteszteltük ezt is, nem működik ez így. Ez nem jó ez a rendszer. Aki ezt az edzést akarja csinálni, amit én, ne csinálja, az biztos. Ez szerintem nem működik legalábbis. Most ha valakinél működött, hát szóljon. Vagy örökké hallgasson. Helyzet. Mi legyen itt? Közvetlen támadás. Persze, menjen. Közösségi tájékoztatós. Csapat összeszokás. Kohézió lesz így, gyerekek. Csukott szemmel tudják, hogy... hogy mi a helyzet. Védekezés. Földön védekezés kell nekünk. Így van. Legyen egy labdaosztás, átmenet letámadás. Menjen az is. Regeneráció. Nem árt, nem árt, jó van. Oké, ide mehetne akár még egy pontrúgós edzés, ugyebár. Bár szerintem ez a hét meg lesz itt kavarva, úgyhogy ezt hagyni kellene a franc. Vagy várjál? Ez a nyolcad dönt... Negyed döntőbe vagyunk. És akkor itt lesz az elődöntő szerintem, valahol ide befogják majd. Jó, innen ezt akkor nem is kell állítani. Itt egy büdös nagy kacsfasz lesz. Ezt említettem, hogy itt a pihenőket majd átalakítjuk, mert ez nem jó, nem, senki nem csinál semmi említése méltó dolgot edzésen. Nem olyan rosszak az értékelések persze, de szerintem ennél jobbat is ki lehet hozni belőlük. Majd erre oda kell figyelni. Na menjünk tovább. A hét napunk. Fel kell készülni a Brentford elleni gigantikus rangadóra. Látok esélyt arra, hogy idén Leclerc vagy esetleg egy Mercedes pilóta nyer bajnoki címet így a tesztek alapján? Semmi esély. Nulla. Kizárt dolog. Ha ez megtörténik, akkor az csoda lesz. Az akkora csoda lesz, hogy még azok az újságok is megírják majd, hogy ez megtörtént, akik azt se tudják, mi az a Forma 1. Ez 1000%. Kik a legtehetségesebbek? Márk! Árk! Baszki! De jó, hogy szóltál, köszi! Úristen! Ez szép volt! Kurva élet, ez fontos! Nagyon köszi, Márk! Ez most komolyan mondom, mai napra kaptál egy nagy piros pontot. Úgyhogy emellé most össze lehet szedni kettő feketét akár, egész bátran. De Alfa 1-re gondoltok, igen, így van, igen. Szia, golfos, köszi! Köszi. Kohézió szerinted is elég fontos? Örülök. Földön védekezés, már megint jön a perverszkedés. Szia, Erik, szervusz. Hello mindenkinek. Nem egy licenc, ez nem licenszert játék, nem. Módok kellenek ahhoz, hogy legyenek logók, arcok. De van egy-két kivétel persze, vannak azért kivétel. Nem tudom pontosan, hogy mik tartoznak a kivétel, ez nekem alap dolog, hogy rakom föl egyből a
a logópakkod. De ennyi, logópak, arcpak, az kész. Meg mez. Viszlát. Ennyi, de amúgy meg minden full realisztikus. Csapatkohézióval szenvedsz? Nagyon jó az öltözői hangulat, az a csapatot játszhatod, amikor lehet, benyomod a csapatdinamikát, javító edzéseket, és még mindig csak átlagos. Valami tipp, mit lehetne javítani még? Ha. Mennyi meccs telt el esetleg? Azt lehet-e tudni Kullerre? Az még fontos. Hát figyelj, én a meccs áttekintést mindig nyomom, azt hiszem az segít rajtuk. Hol van egy meccs áttekintés? Ja, visszatérünk a fiatalokhoz közbe. Ja, igen, meccs áttekintés minden meccs után. Nagyon fontos. Regeneráció, meccs áttekintés, szerintem ez a meta. Ez biztos. Ez fix. Meccsek után ez kötelező. Utána közösségi tájékoztatás és csapat összeszokás. Minden héten. Ennyi. Szezon felénél vagy. És top 3 a csapat. Pedig minél jobban teljesít a csapat, minél jobban látják, hogy van eredménye a munkádnak, annál gyorsabban összeszoknak. Én azt vettem eddig észre. Szerintem adj nekik időt. Nekem is borzasztóan lassan indult be. Nagyon lassan. Mondjuk én nem voltam annyira előkelő ilyen. Bár nem tudom, hogy mennyire teljesített felül az elvárásokat, azt tegyük hozzá. Mennyire, hova várt a média például? Meg a vezetőség hova vár? Mert engem, tehát bennünket azért, tehát mi eléggé felül teljesítettük az elvárásokat. És annak ellenére is lassan fejlődött a kohézió. Erre tisztán emlékszem. Idén ugrott. Igen. Tehát én sokáig fél távig szerintem pirosban voltunk. Úgy emlékszem. Ja, alul teljesített kicsit. Aha, ez akkor, aha. Probléma, igen, ez is picit úgy probléma lehet. Milyen másik kettőnél már nagyon jó a kohézió? Az alatt mit értesz? A másik kettő alatt? A ható gyerek nem rossz. Ja igen, őt már nézvegettük korábban. Hát ő nagyon-nagyon drága. Hát, aztán a harmadik legjobb fiatal? Az egész világon. Micsoda, mennyi játékosunk itt van, cseszed. Harmadik aztán Pafundi 19. Zekebot 23. saját nevelésünk a srác. Ronny Bárgyi 24. Esposito 25. Őrület. Ribeiro 30. Menj már! 1, 2, 3, 4, 5. 6 játékosunk van a top 50 legtehetségesebb fiatal között. Ó, őrület ez. És Jamal az első. És hogy játszik ő vajon? Hát nem olyan rossz, nem olyan rossz. Oké, viszont ezt a Perezt meg kéne nézegetnünk. Ő egy generált játékos, és nem tűnik olyan drágának. Felrakjuk a listára, és megfigyeltetjük. Így. Shakib Avicii. Hát ő full bal szélső, nem kell. Generált játékosokra én rárepülnék, amennyire csak lehet. Hoppá, pá, ez 17 éves és nem generált játékos. Mi a fene? Teljes megismerésig mehet. Aki egy érdekes játékos, rácsapunk. Nyilván így próbálom név alapján, meg klubcsapat alap. Most nézd, egy Dortmundit, Newcastle, Paris Saint-Germain, Barcelonát meg se nézünk. Max egy Barcelona, mert ott vannak ilyen hülye döntései a Barcának olykor. Ezt vettem észre eddig. Megnézhetjük akár még őt is. Tell? Hát most mit csinálok én Tellel? Kurva drága. Nagyon, hát ilyen csapatokat meg se kell nézni. QPR az Jóst. Hát Jóst Stuttgart az a miénk. Arzenát meg se nézem. Megszerezhetetlen. Ez úgy átvernek, hogy őrület. 1000%. Lille is brutál. Horrorárak.
Lipani 26. Zájmen, őt leigazoltuk már. Ő érkezik év végén. Nailoran. Lorran. Hát ez a zene is ki fogja verni nálam a biztosítékot, azt hiszem hamarosan. Ja, hogy ő, ja, hogy nem nekem mondott, hanem hogy a Tell mit csinál. Hát sokra viszi. Hát Bayernből mindenki menekül, ne viccelj. Tuchel mindenkit elüldözt. Nem igaz? Ez is jó. Menj már. És ennyibe kerülhet, ennyi az értéke? Hát ez gyanús. Mazilu. Őt nézegettük, vagy nem tudom már mi volt itt. És sasoljuk azért. És mindjárt ellenőrizzük a játékos megfigyelőket. Így, lehet a következő. Puskovics. Védő. Júj, na, ez jó. Hajduk Splitnél van ő. Zágráv, Rabanić. Középpályás. Hát nézzük meg. Babadit nem nézzük. Hát Boteli. Jó kérdés. Most elvileg, ha én megfigyeltetem őt, akkor automatikusan a listára... Nem kerül a listára. Presztiani. Őt már nézegettük. Hogy honnan ilyen is rohadt ismerős Presztiani? Már nézegettük. Listánkon van Echeveri. Őt is az... Hát... Zebić. Nézzük meg. Szép hátvéd. És akkor azt mondja, hogy... hogyan vannak a prioritá... Bi! Ilyen gyorsan ledaráltuk itt a megfigyelt embereket? Na, hát ez passzus, nem semmi! Azt a mindenit! Ez király! És akkor még egy játékos megfigyelő tudunk igazolni. Ez mondjuk rohadt nehéz lesz. Az biztos. Ja, Benfica igazolta le most Presztianit. Aha, és akkor lehet, hogy onnan ilyen ismerős nekem? Hát nem is tudom. Szerintem inkább csak figyeltük itt valamikor, valahogy kezem közé került a csóka. Őnála már próbálkoztunk, ugye? Arenz. Ez a Muralinho, ez nem rossz. Hát jó, mentálisan mi kellhet még? Apukáim, Béli szense van csak. Pff, ne viccelj. Igazoljuk. Ó, itt lehet, hogy ez lesz a probléma. A szerepkör, de mindegy, adjunk neki bőven pénzt, hogy meggyőzzük. Ha-ha, őt nem lehet meggyőzni. Hát őt a pénz nem motiválja, ugye? Ő nagyon profi. Ennyi, hát ez ne viccelj. Alap. André Villas-Boas. Figyeljetek, lehet, hogy ezt el is engedjük akkor a francban. 8000 eurót fizetni egy játékos megfigyelőért. Nem. Hagyjuk inkább. Engedjük ezt el. Mondjuk ez a Chris Jones nem lenne rossz. Őt miért nem hoztuk még el? Vezető játékos megfigyelő akar lenni, de nem is ez a kedvelt szerepköre. Ez hihetetlen, mindegyik elutasít. Hát, hogyan? Azért, mert a Borónál vezető játékos megfigyelő, és ez neki visszalépés lenne, így éli meg. És akkor mi van? José Botó. Jó legyen ő. Nem tűnik annyira az... ennyi pénzért? Öreg, hát ez hülyének néz. Figyeljetek, nem kell akkor játékos megfigyelő. Menjen az anyjába. Hát, vagy nem is tudom. Nem kell.
elég ez a 14. Majd ha felmegy a hírnevünk, akkor sokkal több... Várjál csak, ezt meg is tudjuk nézni amúgy. Vagy nem tudjuk megnézni? Hogy a hírnevünk miatt ki az, aki nem érdeklődik inkább? Valahol pedig biztos van ilyen. Ugye, mint a játékos figyelésnél. Van itt ez a pipa. Ez elég fontos szokott még lenni. Na jó. Mondjuk lehet, hogy a fiatalokat is érdemes lenne megfigyeltetni. Nem igaz? QPR-t most nem nézem meg. Nem. Én hol vannak? Hogy miért? Ja, azért, mert úgy... harmadosztálynak a legeleje. Nigel Pearson! Ho-ho! Szia, Stinch! Végtelenített Adele mixet. Csóközöm. Igaz. Nem rossz ötlet. Ki fogok égni. Mi ez a zene? Ne zsibbadt az agyam. Mi vákolnak itt össze-vissza? Hát Istenem, nem így. Na szóval fiatalokat kellene... 16 év alattiakat kellene megsasolnunk. Őket ilyenkor mennyire lehetne elmozdítani vajon? Igen, megnézzük média leírás szerint. Így. Tehát 16 évnél idősebbet nem is akarok látni. És akkor hol szokott lenni? Várjál csak, mikor szokott jönni a csoda gyerek? Kapus után? Már középhátvéd van. Kapus középhátvéd? Vagy hogyan van ez? Hát azt nem mond nekem, hogy... Várjál, inkább vegyük ki ezt az érdekeltes pipát. Igen. Inkább nézzük át így őket. Na, mi alfa? Ennyi játékos látunk csak. Ez hogy az gyászba lehet? Ja, így már más. 14 ezer. Hú. Jó. Meredek. Persze, legyél türelmes, cooler. Ennyi. Türelem. Csoda gyerek, itt van. Juan Cruz Perez, őt figyeljük is. Egy csoda gyereket látunk. Mi? Igen. Valami pörgős zene kellene, igen. Valami pörgősebb. De ez már alakul, nem? Egy csoda gyerek! Hogy? Ez eléggé kicsi, kevés. Na itt most így látunk többet. Jamal, Kendry Páez, őt is figyeltetjük. De ő hova megy? Chelseahez! Bazd meg, leigazolt! Mennyire igazolták le? 20 millióért? A kurva életbe. Mindegy, most már megfigyeltetjük. Hát ki lehet ez a fickó? Öcsém! Ennyi csoda gyerek van csak, hát ez gáz, nem? Ez elég gáz. Na nem baj. Ja, várjál! Az eltökétségbe volt itt nekem állítva, vagy mi ez? Ja nem volt bepipálva, jó. Oké, nincs akkor ezzel gond. Járj, csinálunk egy olyat, hogy... ezeket a statokat elkezdjük figyelgetni.
és akkor aki úgy említése méltó fiatal, arra rácsapunk már most. Legyen mondjuk 15-ös, és akkor az egyezés az legyen 30. Ez nem jó, ez túl magas, úgy tűnik. Meg lehet, hogy a kort is föl kéne vinni 18-ra. Nincs játékos. Még mindig. Akkor mondjuk egy 20-as egyezés. Egy játékos van, Kendry Páez! Hát ez nem igaz. De legalább működik a rendszer, tehát annyira jól működik, ez nézd meg, egyből kidobta a legjobb csoda gyereket. Egyik legjobbat. Ez nem véletlen. Jó, adjunk lejjebb. 19? 17? Ah, ez az, ez az, ez az. Barszás. Portugálka. Megint egy portugál. Nézegessük meg őket. Őt ne. Hát ha. Sőt, inkább várjál, csak menjünk le mondjuk 14-ig, és akit így bedob a rendszer, azt meg is figyeltetjük a francba. Ezt kivettük, azt is, azt is. És akkor most lehet a megfigyelés, meg menjenek a listára akkor. Mondjuk oda lehet, nem is kellett volna őket fölhajtani. Na mindig, majd úgyis azt is kitakarítjuk. Jó, ez megvan. Ja, igen. FM23-ban úgy kerestünk új csoda gyereket, hogy világ, és ott mentünk valamire, és scoutoltunk egy csomót. Szerintem ez az NGX volt. Alfa. Én úgy gondolom, hogy ez az volt. Te erre gondolsz. Igen. Azt hiszem. Vagy nem. Jújjúj. Hát nem tudom. A francba. Pörgesd föl magad, az bármi van, basz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, hajoljon a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Jobb hetet, évet. Köszönöm szépen neked, Igi. Viszont kívánom. Köszi neked a 38. hónapot. Szervusz. Itt. Hát ez miért jó? Átigazolásoknál miért? Hát most itt ez... Ki miket megvette az Al Nassr? 129 millióért. Azt a rohadt életben, ezt nem hiszem el. Év elején csináltuk, vagy év. De hát az miért működött volna? Átigazolásoknál már azokat a játékosokat látjuk, akiket már megvettek. Akiket már nem lehet mozdítani sem erre. Á, ilyen biztos nem volt. Nem tudom, hogy mire gondolhatsz. Szerintem az NGX, amit néztünk az előbb. Ja. Szerintem az lehetett. Én erre gondolok. A generált játékosok miatt. Nem emlékszem. Nem emlékszem. Akik a klubhoz adták be, igen. Fú, nem tudom. Ezt nem tudom. De végül is ez a módszer is jó, amit most csinálunk körülbelül. Nem rossz ez. Ez alapján azért kiderülhet egy-két érdekesség talán. Talán. Igen. Na ő például egy
ő nem csoda gyerekként van nyilván tartva, vagy számon tartva, hanem csak csatárként. És az értéke arról árulkodik, hogy bomba, fickó. Ja, úgyhogy ez nem rossz így. Hol lesz? De érdekes, amit mondtál, lehet, hogy voltak valami hasonló trükközések. Kellegen sportszerűbb lett, sokkal alkalmazkodóbban viszonyul az új kihívásokhoz, határozottabbnak tűnik. Már nem olyan ambiciózus, mint az előtt. Ez kurva jó. Kissé konfrontálódóbb. Baldanzi kevésbé sportszerű, sokkal alkalmazkodóbban viszonyul az új kihívásokhoz. Assan már nem olyan ambiciózus, mint az előtt, és már kevésbé sportszerű. Hát ez marha jó. Buonanotte lett a hónap fiatal játékosa. Igen. Hát jót ment. 4 meccsen, 2 gól, 3 gólpassz. 7,85. A hónap gólját Luis Romo! Haha, ő rúgta. Azta. Megnézzük? Endo rúgta a másodikat, Magno pedig harmadik legszebbet. Úristen. Na nézzük! De várj, ez nem is Romoé. Hát én azt hittem, azt nézzük meg. Ó, ez a miénk. Magnoé. Jó, nem? Majd nézzük meg. Hát nem tudom, ez hogy rúgta be így. Ez furcsa. Következő mérkőzés? Aha! És akkor így emelkedő. Növekvő sorrendben nézzük őket. Most jön Endo gólja. Liverpoolnál. Liverpool Bournemouth meccsen történt ez az esemény. Endo! Ez! Hát Magnoé szem volt. Hát most ez... Hagyjad már. Jön a következő. Luis Romo következik. Fulham Aston Villa meccsen történt ez a gól. Degenbe volt a Fulham. Ott kapja Romo és... Az öreg mexikói odaléz. Romo! Szia Etran! Öcsém, eltalálta, azt kell mondjam, gyönyörű gól. Hú, hát szokásos küszködés ellentéttől. Kell egy jó másodedző majd, tényleg. Igazolunk egy jó másodedzőt, baszki, megőrülök. Egy jó másodedző miért jó, amúgy? Miért kell egy jó másodedző a taktikai utasításokon kívül? Tehát, hogy ott az ellenfél utasításai jó legyenek, nem? Tehát amikor rábízzuk az ellenfél instrukcióit pafundi közben. Már alapfokon beszél angolul, csak alapfokon. Még mindig sérült ő? Aj, még mindig. De már jön vissza. Nem remélem ott folytatja, ahol abba hagyta. Visszafizetés kezdése. Most már havonta 350 000 euró. Összegű, törlesztő részletet kell fizetnünk a korábban felvett 30 millió összegű baki kölcsön miatt. Ugye ezt a vezetőség a stadion miatt vette föl. Hát minden legalább egy bő 7000 fővel lesz nagyobb a stadionunknak a befogadó képessége. Nem rossz, hát szerintem ez jó üzlet, megéri. City hogy rommáver mindenkit? Idén is 16 pontos előnye van. Lenyűgöző. Lenyűgöző a City. Isten. Liverpoolnak van táplálék kiegészítője. Több lábon kell élni, ugye? Egyszer nem ugrik be semmi amúgy erről nekem, Alfa, amit írtál. Teli. Nem is kerül sokba. Ő is elég olcsó. Na jó, mindegy, ezek a játékosok jól jönnek majd nekünk.
szépen megnézegetjük őket. Rejön a megfelelő idő. Körbenézzünk, hogy milyen poszton kellene erősítenünk. Hol lehetne még fiatalítani. Jelenleg nem is tudom amúgy, hogy hol lehetne. Ja. Így van. Enzo Perez megsérült. Hát, mentorálás menjen, az a lényeg. Többi nem számít. Jó. Hol lehetne fiatalítani vajon? Védelmet kellene megerősíteni talán. Valami nagyon jó védőket kellene hozni. Boraltól meg kellene válni, bár ővel csapatkapitányunk, a legnagyobb vezetőnk. De Niakaté maradhatna, bár érte tuti jönni fog majd egy arab csapat. Erre fel vagyok készülve, hogy őt is eladjuk 70 millióért. Ha jön egy ilyen ajánlat, eladjuk, ez biztos. 1000 milliárd százalék, mindegy, hogy vezetője vagy sem, majd jön másik vezető, kész. Nem igaz? Majd mit tudom én, följebb lép Dominguez, mondjuk. Ő is már 26 éves, öreg. Hát, kapusposztunk meg lesz oldva szerintem. Ronny Bárzsit kellene eladni, vele nagyon nem vagyok megelégedve. Ő fixeren lesz adva szerintem, ja. Egy 1 milliárd százalék. Muszáj, kell a hely. A többit nem tudom. Buonanotte jó, Baldanzi jó. Kik vannak a padon? Magnó jó. Hát, igen, jó. Assan meg kell venni, ennyi pénzért hülyék lennénk, ha nem vennénk meg, nem igaz? Úgyhogy, sőt, amúgy be is lehetne robbantani a ajánlatot. Ja. Aha. Ő határon túli játékos, tehát őt jövőre tudjuk majd csak leigazolni. Mármint átigazolási időszak, hogyha elkezdődik. Úrég. Jó, hát remélem, hogy ebből nem lesz probléma. Ez ő ugyanaz, mint tavaly volt Montiel talán. Ott is aggódtam, de végül megúsztuk. Tényleg? Atesz, hoppácska. Na, ennek örülök. Ez király. Befolyásolja, hány csillagosra értékelődnek a játékosaid? People management segít képesség boldogan tartani játékosokat a motivációba. Szóval jó, ha jó. Hoppácska. Oké, köszi Salvador. Akkor igazolunk egy jó másodedzőt is majd. Szia, Ben! Év végén és év elején ránézünk-e arra, amit mondtál az előbb? De nem tudom, mit mondtál, Alfa. Ezt nem vágom. De mindegy, majd ránézhetünk persze. Hát ha irányítasz, hogy merre kell menni, akkor persze megnézhetjük. Ez botrány, ez a fickó, nem tudom miért állt meg a növésbe. Mi baja van? Na mindegy, haladjunk közbe tovább. Kendry Páez, őt igazolta le a Chelsea. Úristen.
Öcsém. Főnyeremény. Hát de nem rossz. Nyilván nem tudnánk mi használni. Hát esetleg támadó középpályán végül is. Ja úgy. Igen. Austin Burt. Evertoni csatár. Ó, drága. Hát, oké, semmi extra. Hát, hogy most igazolta le a PSG a tesz. De köszi. Ezt nem is értem. Tavaresnek állandóan gondja van azzal, hogyha szólok neki, hogyha rosszul edzik. Mi van? Ajna, a mostani PFA Player of the Year nagy esélyese. Mi van? Mi van? Ajna azok között a játékosok közt van, akiket szóba hoztak a díjával kapcsolatban. Ez a díjjal kapcsolatosan. Ezt a díjat korábban Ederson nyerte, Holland, Salah, De Bruyne, Van Dijk, Salah, Kanté, Mahrez. Jó napot kívánok, sziasztok! Ajaj! Mám, remélem jól és tartalmasan telt az eltáv. Sajnálattal közlöm, hogy ma és holnap szabad nap. Szóval magas a százalékos esélye, hogy random megjelenek a streamen és kéretlen, ám de indokolt kritikai észrevételekkel fogok az idegeiden cimbalmozni, természetesen cimbalomszögből is, kisebb mint három. Üdvözöllek el, szervusz! Nagyon szépen köszi neked a gyönyörű szép köszöntést! És az 51. hónapot, jó pihenőnapokat kívánok! Úristen, mi lesz itt? Üdvözöllek! Hú! Ja. Meg lesz. Na jó van, akkor rendben, örülök neki. Ez a beszéd. Több játékos is úgy gondolja, hogy Baldanzi, Buonanotte, Assan és Debast, vagy Deep, nem is tudom, hogy kell mondani ennek a srácok a nevét. De ne tudja, mindegy. De miért? Ajna. Nem is értem ezt. Nézzük meg a statisztikát. Ki az, aki... akinek nagyon jó átlagos értékelése van. Buonanotténak. Aztán Ajna a harmadik. Hát jó, nyilván Holland az első, ok. Gyerekek, ez igen csak érdekes azért. Szoboszlai 6. Williams 12. Hát nem rossz, azt a betyárját. Ajna mit megy. Őrület. Azta. Hát nem semmi ez. Ez hatalmas eredmény, szerintem. És akkor most játszatni kellene... Az Al-Ali érdeklődik Montiel iránt. Micsoda! Ez a beszéd! Ugye öreg Montiel és világbajnok. Hát ha jön egy ajánlat, egy 60 milliós, már vehet is. Jó, ezt észben tartjuk. Oké. Al-Ittihad vinné Tavarest. Na őt mondjuk azért. Hát, konkrét érdeklődés van az Al-Ittihadtól. Hát... 60-70 millióért mehet végül is. Magno, őt a Celtic vinni. De Magno nagyon drága. Williamsért a Leicester érdeklődik. Nyakatét a Celtic vinni. A Celtic az mit érdeklődik? De bastott meg az Atletico vinni. Adjad már. Mi a barmok? Mik ezek? Ez jó. Szia Antal.
arabok elviszik a fél csapatot. Vigyék nyugodtan. Nekünk kell ez nagyon. Nagyon-nagyon kihúzálnak bennünket a szarból. Ez a helyzet. Igazolunk helyettük jobbat. Fiatalokat. Jó, én ezeket minden is adom. Komolyan. Ha jön ajánlat, mehet. De durva ajánlat. De nem ilyen, itt, ilyen araboknak kellene értékesíteni ezeket a játékosokat, mert az nagyon megérni. Főleg ugye öregek ezek a játékosok, Montiel 28, és ilyen játékosokat igazolnak, tehát sztárokat szeretnek arabok országokba vinni. Vagy arab csapatokhoz, bocsánat. Szia, Patrik. Jó, hát így van, Xperia. Nem, Antal, nem. Jó ő. Utána néztél Alfa. Na, kíváncsi vagyok, megcsináljuk akkor, ezen végig megyünk. Közben Vence rájött arra, amit mondtál. Aha, világ, átigazolás, és az ifi érkezők. Ez. Aha. Ez az, ugye? És akkor itt kellene le... rászűrni top bajnokságokra. Jól gondolom? Itt lehetne vadászni. Hú, ez kemény feladat lenne. Nem feltétlen. Itt az összes létező játékos, figyeltessük meg. Arra gondolsz? Az rengeteg idő lenne. Nagyon hosszú folyamat, de megéri. ...5200 játékos. Az rengeteg idő. Menjél a csapatomra, és ott, ahol beállítom, milyen statokat mutassuk. Nem erre gondolsz? Csiga. Tehát erre. Én ezt használom, itt a média leírás, ugye? És ez alapján. Én ezt szoktam használni, amit mondasz. Csak így, játékos figyelésbe bejövök. Keretfül alatt. Ja, és akkor itt a csapatomon belül ki a csoda gyerek, arra gondolsz? Média leírás. Hát kettő csoda gyerekünk van elvileg. Guananotte és Assan. Ők ketten. Guananotte a legértékesebb. És az az egészen röhelyes, hogy őt elhoztuk 20 millióért, mert átadó listán volt, tehát valahogy ott a Brighton vezetőségével nagyon nem tudott jól megegyezni, és elhoztuk. Nagy nehezen pont ki tudtuk úgy gazdálkodni. Hú. Hogy válogatott fordulót várja meg, és akkor aha. Aha. Szia, Szafu! Szervusz! Ha világos, Bence, igen. Ha ezt a szűrést használom, akkor válogatottaknál is meg lehet találni ezeket. Aha. Oké. Okay. Köszi. Ez jó. Így végig kellene nézni, és akkor ide fogják majd behívogatni az Atya Úristenes játékosokat. De egyébként nem feltétlenül. Tehát most például itt is nálunk, tehát kettő csoda gyerekünk van, de itt van például Mór, aki hatalmas tehetség, ő nem tudom miért nem csoda gyerek, vagy mondjuk Toklomati, vagy Bárgyi, Baldanzi.
Pafundi még tuti csoda gyerek. Őt elküldtük ugye kölcsönbe. Szóval azért úgy megkérdőjelezhető ez is egy picikét, de nem feltétlenül ez a legpontosabb. De amúgy barom ilyen érdekesnek hangzik ez az egész. Na, ő például ígéretes játékosnak van. Ígéretes szélső hátvéd. Megfigyeltetjük. És akkor így kellene a top válogatottakat átnézegetni? Ja, hát itt nyilván vannak csoda gyerekek, persze. Hát ez őket igazából fölöslegesen nézegetjük, ja, jó. Ez már túl magas szint. Ja, a csoda gyerek az csak média előrejelzés, nem biztos, hogy az lesz belőle. Ja, jogos, igen. Igen. Válogatott forduló. Mikor lesz válogatott meccs? 9. hó 5-e. Az nagyon-nagyon-nagyon messze van. Szeptember 5-e. Az iszonyatosan messze van. Addig várni. Viszont nyilván ugye mostani generált játékosokat meg ugye nem hívják még ide be. Tehát jó az, amit mondtál nagyon, Salvador, hogy... Ja, ha valaki... 21-ben van, fiatalon, akkor ez jelent valamit. Aha. Igaz, jó logika. Hát nem is tudom, hogy ezeket most itt mennyire nézegessük. Anyám, na jó, gyerekek, valami zenét kell keresni. Hát ez borzasztó! Állandóan visszajukadunk ide! Meglátjuk, hogy ezt a YouTube mennyire fogja kedvelni. Eretvágó zene, úgy van. Karácsonyi zene. Le lehet, hogy olyasmi volt egyébként, ez igen. A gyenge válogatottnál a... Aha. Igen, a felnőtt keret is ott jó. Igazából a média leírás az el lett mentve most így, hál' Istennek, csíka fiú. Itt vannak ígéretes középhát játékosok, inkább így mondom. Őket mind amúgy meg is lehetne figyeltetni simán. Így. Szélső nem kell. Bár attól még le lenne igazolni. Jobb-e Bellingham. Figyeltessük meg őt is, nem kerül olyan sokba. Hát amúgy ja, elég olcsó Bellingham. Mit szóltok hozzá? Nemzeti zászló, tényleg baszki. Milyen gyorsan lehet lapozni. De várja, hát ez hova dobál be? Hát Anglia után hogyan jönnek a dánok, vagy mi ez? Anglia után Belgiumnak kellene jönnie. Hát akkor ez hogyan is van? Belga?
Literally we fall out of line, out of line. I fall anywhere with you, I'm by your side. Swinging in the rain, humming melodies. We're not going anywhere until we free. Bosznia. ABC sorrendben megyünk, vagy mi? ABC sorrend van. Trükkös! Oké, nem baj. És akkor itt lehetne rászűrni. Bár itt öregek vannak, hogy elnézem. Ja. Aki meg nem öreg, az kurva drága. Hát megnézzük mondjuk a top 10-et válogatottaktól aztán. Ezek nem olyan rosszak, amúgy lehetne itt találni elvileg fasz a gyerekeket. De lehet, hogy inkább azt fogjuk megnézni, hogy azt az 5200 játékost. Viszont az úgy, hogy ilyen egyhetes megfigyelést fogunk csak elrendelni mindegyikre. Talán az a leggyorsabb, nem? Vagy, hát nem is tudom. Melyik a leggyorsabb? Teljes megismerés, vagy az egyhetes? Melyik éri meg jobban? Tehát, hogy ilyen felületes legyen, tudod, nem kell annyira részletesnek lennie. Szélső. Hát... Azt a milyen feje van. Úristen. Ezeket megfigyeltetjük. Nincs bent a média előrejelzés? Hát média leírás. Az ugyanaz. Ja, média leírás kell. Így van. Jól mondom. Igen. Jó ez. Jó ez. A megfigyelés. Folyamatban van a megfigyelés. Semmi baj, csiga. Spanyol. Akkomak. A fickót viszont megnézzük. Elit szélső. 150 millióért. Na jó. A többi, hát nem is tudom. Egyelőre legyen ennyi a megfigyelés, ne esünk túlzásokba. Ne kelljen a listáról törölni, mert az kellemetlen. Rossz érzés, rossz, nagyon rossz. Ahol állítjuk az összeset? Szerepelt a válogatottba?
Hát van itt egy ilyen, hogy válogatott. U21, U20 vagy U19. Tehát az a helyzet, hogy itt mindenkit mi megfigyelünk. Tehát szerintem ez a legjobb szűrőrendszer, amit ez a leghatékonyabb. Tehát aki ezt a szűrőt kikerüli, az nem tudom. Az csoda, ahhoz csoda kell. Ez a legegyszerűbb szerintem. A legegyszerűbb módja annak, hogy rátaláljunk a rengeteg fiatalra. Én úgy érzem legalábbis jelenleg. Mit szóltok ez? Közben nézd, oda jönnek itt a fiatalokról a jelentések. Ő a listánkon van vajon? Igen. Skerald. Unitednél van. Szép hátvéd. Jó. Kell ez. Jó jönnek ezek majd. Ezek a megfigyelések. És ott van Dominguezzel. Öreg, állítsál magadon nagyon... Várjál csak! Ennyi van vissza a szerződésedből, kisgyerek? Rengeteg. És ő új szerződést akar. Hát figyelj, nem tudom mennyire jó vajon Dominguez. Megéri nekünk Dominguez? Nem olyan őrületesen jó. Semmi extra fickó. Kritizálom, bazd meg. Aha. Ez nem jó. Mert ha most hosszabbítunk vele, akkor nem fogom tudni eladni. Ujjajjajjajjaj. Francba. El kéne őt adni a francba, te tényleg. Al-Ali, vigye el a francba. Kész. Nem jó játékos, semmi extra. Hát egy Settelberger, egy Casado többet tett le az asztalra, mint egy Dominguez. Egy brutál sokat... Hát nem azt mondom, sokat kereső, mert Casado is azért mennyi pénzt keres? 18 ezeret? De mindegy, Casado és Settelberger jobb. Egyértelmű. Dominguez, nem adjuk meg ezt a szerződést. Biztos, hogy nem. Nem fog új szerződést kapni. Kivágjuk a csapatból. Pénzt keresünk. Pénzt kell keresnünk belőle. Az Al-Ali mennyire érdeklődik amúgy? Felajánljuk nekik szerintetek már most? Valami kurva nagy ajánlatért. Vagy várjunk még vele? 90 millióért ajánljuk be nekik. Hát ha ebbe belemennek. 80 millió, ez korrekt. 90, hát az brutális. Az figyeljön az üzenet, elfogadták. Akkor kiugrok a bőrömből, az biztos. 70-ért? Az se rossz. És már most bajnok a City! Úgyhogy még 5 forduló vissza van. Nekik. Nekünk 6. Örült jó a City, nagyon jók. Szia Leo Messán. Ha nagy válogatott játékos, hogy találjuk meg, az drága lesz. Ja persze. Nem is az a cél, hogy nagyon nagy... játékosokat találni, vagy hogy is, tehát ezeket a nagy csapatos játékosokat, fiatalokat én azért szeretném kerülni minél jobban. Piaci ára maximumát? Hát Sangareért mennyit fizettek? 70 millió. Aztán mennyi volt az értéke? 40-50? Hát túlfizetik.
Williams mekkora formában van amúgy, te úristen, az elmúlt meccseken mit művelt ő? Pedig Monty ennek kéne játszani a nagyon. De majd a... hát... kutyafáját, ez most fáj azért. De nem kéne azért magunkra haragítani. Meg nehogy kihasználja más csapat ezt. Látják, hogy boldogtalan Montiel. Közben látszódik, hogy átalakítják a stadiont. Azt a... ahol átalakítják. Ha beajánlom, akkor alkudni fognak? Aha. Ha. Nagyon-nagyon pöcsölős ez alfa. Nem tetszik nekem annyira ez. Borzasztóan ilyen szarakodós. Milyen indulás meg lesz-e idén? Hát most ezért küzdünk. Nagyon. Nagyon küzdünk emiatt. Vagy ezért. Ez a Brentford nagyon zárja a széleket, bakker. Tűnik legalábbis. Jaj, Dominguez! Jaj, ne kezdjük el! Kár volt betenni a csapatba őt. Ilyen beszélgetés után kár volt. Meglátjuk, alfa. Nem ígérek semmit. Én ebben a rendszerben hiszek a legjobban, ebben a képességes. Vagy a kapusokat. Nem listáztam be, Vasquez, azokat nem néztük meg. Nem minthogyha kellene nagyon kapus, de ha találnánk még egy jó fiatalt, akkor Vlahodimos kihajtanám. Nem játszunk jól, a franc egye meg. Nehogy veressége kezdjük a napot, mert megbolondulok. A kutyafájt, a Brentford az nagyon komolyan focizik is. És az a durva, 18-ak azt hiszem. Borzasztó gyengék. Papíron. Legalábbis. Pedig erre a mérkőzésre felkészültünk. Hát annyi edzés volt, olyan minőségi edzések, hogy mindenre rágyúrtunk. Ez mennyi pénzért jött vajon? Hatalmas a baj. Ez nagyon-nagyon katasztrofális. Gólt fogunk kapni hamarosan. $8 millióért jött Dominguez? Baszki, és tényleg? Hát ha 50-et fizettek, pár megérte. Mi? Hát 30-nál megérte volna. Hát így van, Erik. Pontosan. Így, hogy mondod. Na szedjük már össze magunkat, gyerekek, mert ez így nagyon-nagyon gyászos. És megint a 4-3-3-as felállás ellen szenvedünk. Mi más ellen? Na! És akkor most egy gól, Dominguez fölé, egyértelmű.
téridőbe le is cserélem szerintem. Ezt így folytatja. Mondjuk szöglet. Nem rossz. Sethelberger. Júj. Igen. Sethelberger. Dominguez. Na. Fölé. Lehet, hogy most kéne lecserélni. Mondjuk az nagyon megalázó lenne. Jaj. Jó, atya, úristen. Az mi volt? Hát a védő mit csinált? A kapus mit csinált? Mondjuk 7-es értékelése van, Mór hozza eddig a meccset. Még hogy kis tehetség, mi? Gyenge indítás, gyerekek, mi van? Hát valami nagyon nem kerek itt. Gyönyörű! Úristen! Az igen! Érdekes megoldás volt, meg kell hagyni. De nem baj, legalább most azért már úgy, mintha éledezne a csapatunk. Na! Egy jó fejes kellett volna, aj! Na, Sethelberger! Úgy is van, de bastka! Kurva! Hát valami legyen, azért kapusig nem játsszuk vissza. Jaj. Na hát igen, ez itt a baj. Tehát ez itt a baj. Igen. Ez nagyon kellemetlen ilyenkor. Ilyenkor nagyon rosszul érzem. Rosszul érzem magam? Ideges! Szétszel az ideg! Rossz a bepassz, nagyon rosszul játszunk. Fú, gyerekek, mi van? Az mondjuk szép Williamstől. Gyönyör, azt a micsoda labda! Willike! Nem volt rossz. Jól van, éledezünk. Észhez tért a csapatunk. Úgy játszunk most, mint a Manchester City ellenünk. Kaptunk tőlük ugye 10 percet, azt onnantól kezdve a maradék 80 percben ők fociztak. Ennyi, nem volt nálunk többet a labda. Ja, hát jó hangzik, amit írtál, Alfa, persze, egyértelmű. Hát az brutál. 5200 játékos. Még ha felét nézzük, az is nagyon durva. Rengeteg a lutri. Felel legalább lutri. Nem, hogy lutri, hanem rosszot használtam. Hanem, hogy rossz. A fele legalább. Ele háromnegyede. Még a felének a háromnegyede is. Na. Passz! És ajnácska! Sokkal jobban játszik a csapatunk viszont. Sokkal jobban. Barcelonától vásárolt csoda gyerekkel. Bizu van. Casadóra gondolsz? Igen, rá gondolsz. Semmi extra, most kicsit úgy beleszürkült. Semmi extra. Igazából, semmi extra. Ja. Sajnos. A csapatot le kell tolni nagyon. Na jó van. Azon le is hozzuk Dominguezt. Most se telegen belőle. Na gyerünk. Azaz. Nem. Az nem az.
Ez nagyon gyenge volt. Az lesz, Nikó, igen. Na, milyen jó beadás volt ez. Gyönyörű! Mi? Hát azért ez hatalmas helyzet volt. Pedig ott ki volt játszva mindenki is. Azt a Casado, milyen labda volt ez. Forduló gólya lett volna, ha ez bemegy. Azt a kurva. Nem vagyunk messze a góltól. Na, Casado! És ezt is védi ez a Ráhám. Az istálóját már. Mindent fognak a kapusok. Sérletben. Na. Szép. Tekerdve vagy valami legyen már. Nem jók ezek a szögletek még most sem. Úristen, ez mi volt? Rossz labda kezelés. De végül Settelberger visszaszerezte. Hol van? Casado mekkora labdát adott Williamsnek, és nincs les! De hogy is nem? Hogyan? Hol van, minden nem is érdekel. Na, Guananotte. Hát a hova? Kinek? Miért? Szöglet. Anyám. Hát tűrhetőbb szám lenne, igen, Alfa, így van. Meglátjuk, meglátjuk ezt. Visszatérünk erre. Formációt kellene váltani. Hát ez... Nem volt les. Mi ez? Büntető! Büntető! Add meg! Add meg! Ott van! Be kell rúgni! Jó! Berúgtuk! Igen! Hú. Ez az! Hú, de nehéz szülés volt. Azt a hűztán fücsülős mindenit. Ez kegyetlen kemény volt. Nem kell parkolni buszt, nem fog focizni az ellenfél úgyse.
Az a legjobb védekezés, ha támadunk ugyanúgy. Na! Szép! Ki is nyíltak, oda néz. Meccslabda volt, hát most szárhattuk volna le a meccset! Úrég! És ha kitámad a Brentford egy picikét jobban, semmi esélyük nem lesz. Sőt, felállást váltottak. Nincs esélyük innentől kezdve. Na, Montiel! Ez mi volt? Itt mindenki hülye? Júj! Az igen! Satmat! Ez igen, szép volt. Milyen felülvizsgálat? Mit kell itt vizsgálni? Mi? Az lesz! Vonal! Rúgunk még egyet, non problemo. Ja. Így azért nehéz lesz. Montiel, Tavares milyen jó tolja. Öcsém. Nagyon kemény. Sethelberger! E már, annyira megérdemelne pedig egy gólt. Jó játszik. De nem jön neki össze egyáltalán. Gól, se gólpassz. 9 perces hosszabbítás. 9 perc. Hogy? Na, homobá minden le. Nem jó. Na. Casado, dur! 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 Ugrik ott egy helybe, ugrál a hülye barom. Jó, hogy nem kezdesz el ugró kötelezni. Hova? Kinek? Miért? Csak kapus jön ki, értsen. Nem semmi. Ha? Aj, de jó! Faldanzi már. Nem jó. Jakati fejes. Szép. Becsüljük meg, fiúk. Ez a beszéd. Jól van, jól van, jól van. Aj, de komoly. Szép, 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 szép. 6 darab, 5, bocsánat, 5 darab sárga lapja van a Brentfordnak. Kis csapatok ellen a legnehezebb talán. Itt a felállás az, ami csamaros volt. De hát valahogy azért csak megerőszakultuk őket. Mondjuk ez az 1-0 századik percnél vagyunk. Mi a Kati lett a meccs ember? Hát, hol van? Casado jól szállt be a meccsbe. Dominguez meg mindjárt meccs után jönni fog hozzám rinyálni, hogy miért ajánlottál engem az arab csapatnak? Azért, hogy gazdagságban éld le az életed hátralevő részét. Azért. Ja, itt a Juan Cruz Perez. Úristen. Úristen! 9 millió az értéke? Ne szívas. Ez komoly? Csak az a baj, külföldi, hát őt nem tudnánk leigazolni. Bazd meg. Ennyi pénzbe kerülő. Azt a kurva. 9 milliós kivásárlási záradéka van. Azt a kurva életet, ez megy már, mekkora csoda gyerek. Jaj, hát ha őt leigazoljuk, akkor az érzét eladjuk. Csak mondom. Fixen. Hát ez... Ezt a játékost ne felejtsük el, jó? Tehát ennyi pénzért? Hagyjad már. Vagy nem lehet azt beállítani, hogy... Nem. Nem lehet beállítani. Azt meg.
Az a baj, túl sok külföldit igazoltunk már. Szóval Loran is. Istánkon van, jó. Puskovics. Jó, hát ezekkel sok mindent nem tudunk csinálni. Csak gyönyörködni bennük. Hát igen, ez sem olyan rossz végül is. Külön nagyon drága. Szerződésén lehet, hogy csak jövőre? Aha. Hát olyan megint nála nincs szerintem. Átigazolási hajlam reménytelen. Boca Juniorsnál van. Reménytelen. Na mindegy, fölmegy a hírnevünk, bekerülünk a BL-be, ha bekerülünk. Hát most jelenleg van egy 8 pontos előnyünk, de nyilván egy meccsen kevesebbet játszott a Chelsea. Azért, mert 16 éves? Azért nem jönne? De 18 éves kora előtt amúgy se jöhet Európába? Fú. Bazd meg. Nem baj, akkor is lehetne legalább bele tárgyalni, hogy itt tudom én, megvesszük, és akkor addig maradott Argentinába. Ilyet lehet, nem? Francba. Vorral! Egy hónapra! Vele is mi történt? Munkakerülő lett? Hát ez csalódás. Ez nagyon nagy. És oda néz, nincs regisztrálva Mor. Ki kell venni a regisztrációt Vlahodimosztól, és akkor egyedül itt tudom regisztrálni őt. Az mi kemény? Hát akkor Vlahodimosztól elköszönünk. Hát figyelj, 3 hét múlva tér vissza. Ez van. Sérült. Mor véd. Mor lehozza az egész konferencia ligát. Igen! Ez a beszéd! De várjál! Nem tudom megerősíteni! Úristen! Nagyon nagy baj van. Őt sem lehet beregisztrálni. Őt hoztuk föl. És nem játszhat. Nem értem, miről beszélsz, Tomcsi. Hát pont, hogy nem lehet módosítani a regisztráción. Ez a baj. Hihetetlen. Passz meg.
Nem lehet berakni senkit. Akkor valami mezőnyjátékos fogott játszani. Ez van. Csodálatos. De ilyen a való életben van. Lesérül a kapus. Mi van akkor, hogyha az összes létező regisztrált kapus lesérül, bazd meg? Mert miért ne történhetne ilyen? Ekkora hülyeséget. Hát ő hazai nevelés, ez a srác, a Teó. De semmit nem számít ő. Ő most csak azért van itt a regisztrációnál, hol van ez a szaros regisztráció? Így néz ez ki. Nincs kapusunk regisztrálva. Csak a sérült kapusunk. És ha én regisztrálok mást, nem engedi. Szürke, hát te nem lehet beregisztrálni. Keretregisztrációs időszakon túl nem lehet regisztrálni. Anyját. Na őt, ő lesz jó! Így van. Ő jó lesz, oké. Oké, megoldottuk. Isten, lesz meg. Ő már 2 éve legalább itt van a csapatnál. De ő is milyen kapus. Meglátja az ellenfél támadósorra, kiröhögnek. Na várjál csak, akkor most kellene valami okosat összerakni. Hormosz ellen játszunk, igen. És itt idegenben hogyan lépünk pályára Genk ellen? Ennyire van jó formában? Ennek mint az állat. Kellene pedig rotálni. Na, rotálunk is egyet. Nehogy bár-e. Csak lehozzák a fiúk. Ebot nem játszhat, Porral nem játszhat. Nagyszerű. Jó. Oké. A Manchester az mit csinál itt a bajnokságban? Egy meccs hátrányban vannak ők. Aha. Oké. Everton közben zárkózik szépen. Genk híveket elkapta a konferencia liga láz. Ajjaj. Ellenszenv várhat. Ja, Emmanuel Dennis. A Genknél játszik? Bizony, nem is olyan rosszul. Hát ő akkor tud írunk egy gólt. Ez általában ez így szokott lenni. Ja, világos, köszi mindenkinek azért. Atya úristen. Hát akkor talán a döntőre felépül majd Vlahodimosz. Na jó, kezdjük a meccset. Dominguez boldogtalan. És érdekes, hogy felajánlottuk a szerződést az Alalinak, és ennyi, kész. Nem jött a válasz még tőlük. Furcsa. Gondolkodnak rajta biztos, hogy 75 milliót adjunk érte, vagy 80-at? Megadjuk a 80-at? Nem is tudom. Hát érdemes lenne, ugye?
el kell őket kapni. A rekordot kell dönteni. Jó lesz ez. Na! Hajrá! Plusz 1272 néző. Melyik a szélesebb? Jó, mi nyerünk. Amik a szélesebb, mindig az nyer. Nagyobb, nagyobb valószínűséggel nyer legalábbis. Doming, ez kezd? Persze, igen, igen, igen. Muszáj. A rotációs rendszer. Muszáj működtetni. Júj! Júj! Azt a... Mi? Pont ilyen lesérült. Első percbe. A fickó... Folyamatosan sérült. Folyamatosan. Ez lesz a negyedik alkalom a szezon során, amikor hosszabbít, meg lesz hosszabbítva az ígéret. Ígéretem vele kapcsolatosan. Én megígértük neki, hogy többet fog játszani, csak mindig lesérül. Ez a fickó. Ha nem létezze, ki kellene találni? Willi kell lehozza, nyugi. Igen, többet van a kórházban, mint a pályán. Szezon végén el is adjuk. Ez biztos. Érdeklődik érte az arab csap. Les. Les. Les! Nem les, nem les. Ha hogyan lett volna les, persze. Kapus. Nem baj, gyerekek, nyug a vér. Sok van még... Szokásos. Középkezdés után ugye nyilván elszórakozzuk. Ujjjj, toklomat is lesérül. Csak vagy csak rosszul lépett? Nem, aha, minden oké. Okay. Jó. Tavares, mi az anyádat csinálsz? De mitől laggol ez a kurva játéka? Nem értem. Másnak is laggol? Nem értem, mitől ilyen laggos. Rengeteg modtól? Asszán! Úgy gyönyörű volt. Lemondásról szóló bizonyíték. Jó van már, jó van. Jaj. Úristen. Jézusom. Kicsit korai, Gergő, nem? Érik. Nem érik semmi. Ja, értem, Bence. Jó. A Genk lőtt egy gólt, és ennyi volt. Ráültek az eredményre? És ezt lefújja. Ezt a való életben is lefújják? Szerintem nem. Ajjaj. Kapus nagyon-nagyon ott volt a szeren. Nkunku megint kidőlt 3-4 hétre. Jézusom. A fickó hány meccsen lépett eddig pályára a Chelsea színeiben?
Chelsea az nem egy játékos temető? Esetleg. Odaigazolt Werner is a Lipcsétől, ugye? Azt hiszem, igen. És Werner ott is elhalt készen. Tök jól ment neki a Lipcsébe, és viszlát. A csatárokkal mindig besülnek. Tényleg, ez igaz. Ez rohadtul igaz. 10 meccsen játszott csak, és 2 gólya van. El is adhatják akár. Valamit még fizetnének érte talán. Ennyi volt az a játékos. Szerintem. De nem is értem, hogy tudott elmenni a Chelsea-be amúgy. A francba. Mitől? Nem volt jobb kérője, vagy mi? Nem is értem ezt. Vagy akkor még nem... Azt hiszem akkor elég korán ő aláírta a Chelsea-s szerződését. Ha jól emlékszem. Ah, Isten les. Ja, így van Mansz. Igen, igen, igen. Támadó középpályás Nkunku. Hát, gyenge. Ja, amikor aláírta a szerződést, akkor még Abramovich éra volt. Atyaisten, ez borzasztó. Ja, 19 millióért vette, és 60 millióért eladta, Vicse. Nagy húzás bizony. Nkunku szerintem, ha ezt tudta volna előre, nem is megy oda. Ez szinte biztos. És hát, fene tudja végül is. Tólag már nehéz. Szia, gangsters! Igen, VTCS. Dupla VTCS. Nagyon gyengén játszik a csapatunk. Katasztrofálisan. Á, de hogy is, Etra. Mind a két bajnokság szerintem nagyon jó. Hát... A Chelsea-be igazolt mind a kettő, és ott sültek be. Sancho. Hát a másik meg a Manchester United-hez igazolt. Hát a legborzasztóbb csapatokhoz igazoltak ők. United és a Chelsea az a játékos temető szinte. Mekkora labda. Mondd, hogy nincs les. Hát ez gyönyörű labda volt, de ez szerintem les lesz. Nem les! Akkor ez mekkora gól? Gyerekek, Magnó mekkora gólpaszt adott. Hát ilyen nincs. Haszta! Hát Magnó ezekkel a villanásaival lenyűgöző. Ez nem volt les? Varest. Nottingham Varest. Ugyebár. Ugyebár. Jól muzsikál eddig Magnó, igen, igen, igen. Jól szól. Bundesligában se jó, Sancho. Igen. Egy pont, hogy jól játszik ott most, nem? Vagy ez csak ilyen rövid fellángolás volt?
Kikéred magadnak, System Killer. Ne haragudj meg. Ne haragudj meg. Önbizalom hiány volt nála meghatározó? Hát, na jó, de utóbbi években milyen csatár vált be Drogbán kívül? Drogbán kívül senki nem jót. Mindenki besült. Kosta, az jó volt. Nem is értem azt a játékot, hogy igazolhatták le. $175,000 kért Magnó. João Félix. Azt a fickót remélem a Barca nem fogja megvenni. Nagyon-nagyon remélem. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon remélem. Nagyon. Ez egy vicc. Nehogy már egy Barcelonába kelljen önbizalmat adni egy ennek a fickónak. Akit 100 millióért vásároltak nem olyan régen. Vagyis vásárolt az Atletico. Kosta jó volt? Jézusom. Dorító az a fickó. A világ egyik legszimpatikus, unszimpatikusabb játékosa számomra. Diego Kosta. Torián. Jót tenne neki a Barca? Hát semmit nem csinál. Barcának nem nagyon van többre zsetonja. Hát, de mi? Félix mennyibe fog kerülni? 30 millió? 40? Egy Félix, aki évek óta nem lőtt már gólt szinte? Szinte! Erős túlzás persze, nyilván. Ja, patkány volt, de jó volt. 20 gól termelt. Patkány, de nem baj, szeretjük. Jó az, jó volt. Egy tipikusan olyan játékos, hogyha a kedvenc csapatodban van, akkor nagyon jó, de ha ellened van, utálod. Nagyon utálod. Hát, ez jó nagy hülyeség, amit mondtam most a játékosoknak, de... Cancelo! A Cancelo az... Persze, az jó játékos, igen. Nagyon jó. De hát ő is világjáró lett, igen. Richarlisont ütnéd, amíg lélegzik. micsoda indulatok megint. Nem igaz. Ez hihetetlen. Tarthatatlan ez a magatartás. Vagy Romero? Na őt annyira nem ismerem. Igen, Diego Kosta egy szint hol Simeonéval. Kiegészítették egymást az Atletico-ba, igen. Igen. Mondjuk én Simeonét nyilván mivel edző, tehát nem sok mindent látsz, tehát azt látsz belőle, vagy látod belőle, hogy nagyon szenvedélyes edző. Én végül szeretem az ilyen edzőket. De hát amit a csapata produkál, botrány. Hát gyomorforgató. Na! Jaj, de jó! Hú, de kellett! Toklomaki! Ez az! És mit vizsgálnak ezen? Egyértelmű gól. Ne vicceljünk. Griezmannnak Barca nem feküdt hát? Ja. Nem hiszek én ebbe, de persze. Tények ezt támaszták alá végül is. Én mikor megtudtam, hogy leigazolja Barcelonát, ez... Hát, ez nem ez. Világ dőlt bennem össze. Világ. Ráadásul annyi pénzért, te jó ég mondom.
Coutinho-nak én örültem nagyon. De hát nulla volt. Ő nagyon jól játszotta a Liverpoolba. Én nem bántam az érte kiadott pénzt, mert jó dolgokat vártam tőle. Tehát nagyon jó volt. Liverpoolba azért az nem akármilyen dolog. Hát 20 embere volt szinte a Liverpoolnak, azt lehet mondani. Úgyhogy örültem neki, de... semmi, nulla. Kész. Így van. Pár éve jól letapsolták a pénzt. Igen, igen, az a baromarc Bartomeu. Hát azóta is ennek a levét issza meg a csapat. Mert abból a pénzből igazából jó eredményeket kellett volna ugye összehozni. Még világverőbb csapatot kellett volna összerakni. Még több pénz, és akkor lényegében a befektetés megtérült volna, de nem térült meg a befektetés. Hatalmas bukás lett. Rohadt Bartomeu, az egy... Ezt valaki felbérelte, vagy nem tudom. Ez udarító. Ilyen hülyeségeket csak szándékosan lehet csinálni. Coutinho gyenge volt. Sosem volt jó Barcelonába. Semmi extra. Semmi extra. Ez... Hagyjuk. Williams, meg ne hagyj. Jézusom, ne. De nem igaz. Ez a genke, bazzeg, ez úgy focizik, hogy minden játékosa meghal. Hát három sérülésünk volt már ezzel a meccsen. Vagy ez nem az a meccs? Ja, ez nem az a meccs. Vagy mi van? De ez az a meccs. Pontiel már lesérült. Az istálóját már kiúták. Genk a belga Stoke-nél, a Stoke az így játszik, ilyen keményen? Tényleg? Stoke City, nagyon nagy favágók, tényleg? De mi, konstans favágók, vagy csak most, mert olyan edzők van? Köszönöm. Milyen borzasztó mérkőzés. Már ha azt nézzük, akkor a rekordunk az folytatódik. Hát itt is nyerünk, ha így marad minden, persze. Mindig is azok voltak, edzőtől függetlenül. De ez náluk filozófia, hagyomány, vagy? Barcelonának ott ment el az egész, amikor Laportát lemondatták. Ott ment el. És jött a helyére Bartomeu. Ilyen egyszerű. Aztán végül kiderült, hogy a semmiért mondott le Laporta. Nem is bűnös. Micsoda véletlen. Fura véletlen egybeesések. Sok ilyen fura véletlen egybeesés van. Ki tudja, milyen
politikai eszméknek nem megfelelő, hogy a Barcelona jó legyen. Ki tudja? Annó Puskás Ferencet sem látták szívesen itthon annó, mikor külföldön játszott a Spanyolországban. Ez mi? Érdemes megnézni a dokumentumfilmét, meg a Kubalának, ott is ez benne van. Hát nem tudtak hazajönni ide Magyarországra politikai okokból. Ez mi? Hát hogyan? Világsztárok voltak. Hihetetlen. Többenetes. Ez nem egy ilyen légből kapott dolog, amit most itt mondok. Ez persze nyilván feltételezés. Hát nyilván, hát ilyen bizonyít... Ez mi gól? Normális ez a fickó? Ajna! Élete formájában van, olyan. Nem igaz. Azt figyeld! Hát mi ez a gól? És az emberek amúgy nagyon gyorsan felejtenek, én azt vettem észre, vagy csak szintén nincsenek tisztában dolgokkal, de sokan meg Laporta fölött, nem is tudom, vagy róla mondanak csúnya dolgokat, hogy mit csinál, meg hogy csinál, meg így, meg úgy, hát milyen helyzetben van az a csapat? Arról nem beszélve, hogy ő már azért nem akármiket lerakott az asztal. Ő egy olyan csapatot rakott össze, ami a világ legjobb triója volt valaha volt legjobb triója volt abban a csapatban. Meg hát nyilván akik mögöttük is játszottak, hát. És azért ezt így összerakni, levezényelni, hogy azért konstans jók legyenek. Ő már valamit lerakott az asztalra, úgyhogy... Ha valakiben nem kell, tehát ő nem csak egy új elnök, sokan úgy kezelek, mintha valami új elnök lenne, aki tudom én, rosszat akar, vagy akiben bele kellene látni, valamilyen okból kifolyólag, hogy ő rossz. Lehet, hogy rosszat akar, vagy hülyeséget csinál amúgy, ettől függetlenül, csak mivel már letett valami jót is az asztalra, ebből kifolyólag picit visszafogottabban kellene ítélkezni. Lehet, hogy ez ugyanaz, mint egy játékosnál talán. De amikor azt látod egy játékosnál az adott mérkőzésen, hogy mi a francért játszik ott? Hogy miért nem azt csinálja, ami szerinted logikusabb lenne? És lehet, hogy a játékos maga is tudja ezt, meg tisztában van ezzel, viszont az edző meg teljesen mást akar, valamilyen más egyéb okokból kifolyólag. Mert a taktikai elképzelése az olyan, amilyen. És ezáltal a játékos hülyének van nézve, meg le van degradálva, esetleg le van szarozva, és a többi, de nem lehet ezt tudni olykor, hogy valójában az edző az mit kér az adott játékostól, vagy játékosoktól. Nem akarom ezáltal védeni a játékosokat, csak ez is benne van olykor a pakliba. Hát 3-1-re nyertünk, fogalmam sincs, hogy hogyan. Komolyan? Mi ez? 45 milliót ajánlottak Dominguezért. 45 mirka. Hát az karcsú. Mennyit ajánlottunk? 80-at? Hát akkor menjünk följebb 70-re, jó? Légy szíves. Hát egy 70 milla azért úgy. Ájjáj. Hát gyerekek. Nem is tudom, mennyi volt az értéke? Mennyi volt neki az értéke? Hogy is volt? Hatvan körül volt az értéke? A 60-at meg sose adnának érte. Kérjünk érte 60 milliót, és akkor rábólintunk. Az nagyon nagy igazolás lenne szerintem. Azt a kurva! Úristen!
Ez az! Jézusom! Ez nagyon jó üzlet, nem? Jó, Spédióért jött annó, igen, igen. Nem mi igazoltuk, de... Igen, annyiért. Azt a kurva élet! Anyám! Egy nem jó játszó Dominguez lényegében. Na, mit szóltok? Adogatja, nem? Elfogadjuk? De mi ez a dupla V? Ez mit jelent? Nagy win? Nagy win. Az biztos, hogy az. Következőnek meg Montiel-t kellene eladni. Mit szóltok hozzá? Mondjuk most sérült az a baj, így nem kéne felajánlani. Mert érte, hát ugyanaz a csapat érdeklődik iránta. Ó. Fú, mennyit volt ő sérült már, azt a rohadt. Gyerekek, mióta itt van lesérült. Hányszor? Hogy is? Hát utóbbi időben volt durva. 2025-ös év, az úgy néz ki neki, hogy 3 hét, 2 hét, 3 nap, 3 hat és 3 nap, és most pedig egy hónap. Lényegében 2 hónapot, hát 3 hónapot simán kihagyott. Azt lehet mondani. Az adósságot is kifizetheti így a klub, igen. Win. Oké, okay, win. Ennyi. Ez win. Valóban. Így beírtam. Az orvosi központban meg lehet nézni, hogy a meccsek hány százalékáról hiányzott. Ne viccelj már, komolyan, ilyet lehet. Hol? Itt van. Tokromati volt a legtöbbet sérült. Borral. Aztán Tavares, Montiel. Ez de jó, köszi. Ezt nem tudtam, hogy ilyen van. Ez őrült nagy. Klubban sok az ellentétes személyiségű játékos. Mi van? Ez a Milánnak a zenéje, nem? Ez a Milánnak a himnusza? Ugye? Az. Toklomati egyszer volt sérült hosszú időre? Igen. Igen. Sérülés kockázat. Hát... Hát bírják, bírják ők, bírják. Kemény gyerekek. Nem kell őket sajnálni. Persze, ez így van, ez remix, erős remix. Igen, 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 így van, így van. Van. Ebbot visszatérna végre. Ideje volt már. Ja, nem csak meccs előtt nyomják? Ó. Jó zene, én bírom. Hallottam már párszor. Na és hát akkor most a Bournemouth ellen fogunk játszani. Orvosi... Azta minden, itt nagyon magas a sérülés kockázat. Sanusinál. Alacsony kondíció miatt.
fáradtság és taktikai intenzitás. Jajjajjajjaj! Jó, hát most ők úgyis pihenni fognak. Mi van? De várjál! Williams az felépül. Jó. Az itt a lényeg. Többi nem lényeges. Legyen így. Mondjuk most nem volt olyan rossz a védelem. Sethölberger. Legyen így. Ajna meg menjen ki balszélre. Zirkelőre. Baldanzi. Barnotte. És akkor meg is vagyunk. Így van. Ja, hát Williamsnek meg most kénytelen. Muszáj játszania. Tényleg 60 milliós ajánlatot elfogadtuk? Tényleg elfogadtuk? Basszus, nem hiszem el. Nagyon jó. Ez mekkora üzlet. 60 millió. Egy európai klub mikor adott volna ennyit érte? Max 40-et. Szerintem. Ja, én úgy gondolom, igen. 40. Hát mert gyenge, tehát nincsenek jó értékelései sem. Na jó, de Bence, akinél magas, tehát úgy van kitalálva az egész rendszer, hogy hát így, ha kiváló állóképessége rendelkeznek, akkor van csak edzés. Ez így van kitalálva. Tehát mérkőzések után senki nem megy edzeni. Elvileg, nézve most le is ment minden. Jó, hát Sanusi most meccsen volt. Jó. Jó, hát most jó, nyilván az. Az más tészta. De... Jövőre állítunk ezen is. Mindenképpen. Mert szerintem ez így nem jó. Na hát ennyi, Dominguez-le meg is tárgyalt, meg is beszéltek, meg is egyeztek. Hát ez... Ez így azért elég durva. Viszlát, Dominguez. Azt a kurva! Őrület, nagyon komoly. Fú, öcsém. Jövünk a slamasztikába rendesen, vezetőséggel meg beszéljünk. Hát, ha tud, így van, edzőlétesítményt fejlesszük. Legyetek szívesek. Mi az, hogy eddigi forma? Rossz formában van a srác? Ja, hát eléggé, igen, igen. Hát szokásos, Zirkzé-féle forma. 32 millióért hoztuk. Hát, nem jó. Én tőle is megvárnék amúgy szívesen. Minden gond nélkül. Na, hogy visszament minden? A meccsek után persze, hogy magas a sérülés kockázat. Szépen minden visszaereszkedett. A klub légkör, ez hogy lehet, hogy jó? Valaki lehúzza ezt. Benetes. Na jó, menjünk akkor a Bournemouth elleni mérkőzésre. Aztán nyerjük meg. Csapjuk meg. Ja, az is. Igen, valami ilyesmi lesz majd szerintem jövőre. Tém lesz, amit írtál. Igen, igen, valami hasonlót kidolgozunk több pihenővel. Mármint úgy több pihenővel, hogy a naptárba több pihenőt rakunk.
Úúú.